házas élettől tartózkodhatják magukat, hanem minden testi részre bőtöltetik. Tehát minden, hogy minden testi részre bőtöltetése, például a nyelvnek a bőtöltetése azt jelenti, hogy nem plitkálunk, csúnyán nem beszélünk, nem bántunk a nyelvünkkel bárkit is. És mindig kérdezik, hogy ja igen, nálatok csak a muszlimokra nem szólt be, bár nem, nálad emberiség, sőt, az állatok sem szólt be. A szemnek bőtöltetése például azt jelenti, hogy olyan illetlen dolgokra nem nézek, ami nem rám vonatkozik, és egyéb más. A lábamnak a bőtöltetése azt jelenti, hogy olyan helyekre nem járok, ahol esetleg egy bűnt lehet követni, a kezemet nem bőtöltetem azt, hogy esetleg nem bántok. És felmerül a kérdés, hogy Ramadan forrak után lehet ezeket mindig tenni? Nem. Amúgy sem lehet, de Ramadan forrak még jobban nem lehet ezeket megtenni. Ez egy fontos, lényeges dolog a Ramadan hónapnak, és ilyenkor mit szoktak csinálni a muszlimok? A muszlimok ilyenkor szoktak kedveskedni egymásnak, barátokat összehívni, és összegyékíteni azokat az emberek, akik valamilyen oknál fogva össze vannak vesztve. Alamizsne fizetés általában inkább Törökországon jellemző ez, ebben a hónapban és valami alanizsne is, amit a vallásunknak az ő szívére közül az egyik, amely gazdag emberek, szegény embereknek az ő rájuk eső részt ugye elkülöníti és kifizeti. Ebből a szempontból a Ramadán hónapnak a több jelentőségi közül csak párat tudtam most sorolni, és ugye lement a nap, most már lehet enni, inni, de a szokásos hírem most a Maladin urat kérem meg, hogy egy szép imára hívásával kezdjük el a programot. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Thank you.